Közelkép című sorozatunkban ifjúházas közösségünket mutatjuk be, és közösség egyik házaspárja Piroska és Bátor. Köszöntelek titeket, istenhozott benneteket így a képernyő előtt. Kérlek szépen, hogy meséljetek egy picit arról, hogy hogyan is indult a plébánián ez az ifjúházas közösség. Igényünk volt egy ilyen közösséget létrehozni 2 éve körülbelül. Amikor így összefogtunk, akkor még 3 házaspárral, hogy kb. Közel egykorúak voltunk, hogy akkor kezdődjön el ez a fiatal házasok csoportja a plébánián, és aztán gyarapodtunk. Most jelenleg 6 pár vesz részt ebbe a csoportba. Hogyan is zajlik egy alkalom, mi történik, mesélj nekünk erről egy picit, Bátor. Egy ilyen alkalmon, ilyen forgószínpadszerűen mindig más látja vendégül a többieket, és mikor már mindenki megérkezik, akkor mindig egy adott témáról szoktunk beszélgetni, az atya is szokott jönni, segíteni nekünk minket vezetni, hogy vezessen is valahol ez a beszélgetés, és nyilván amennyit a gyerekek hagynak, utána pedig kötetlen beszélgetésbe csapált az alkalom többi része. Tanúsíthatom, hogy a gyerekek segítik a beszélgetést, egyáltalán nem zavaróak. És arra mit mondanátok, hogy miért is fontos ez számotokra, hogy mi ennek az üzenete esetleg azok felé, akik látják ezt a kis videót? Nekem nagyon jól esik minden egyes alkalom után, így föltöltődök, hogy velem azonos érdeklődési körű emberekkel így tudunk beszélgetni, a gyerekek is fölnőnek ebbe, a plébániai, meg egyéb programokon így igyekszünk közösen részt venni, és annyira jó kis közösség, ami azonos értékrenddel rendelkezik, nekem ez így mindig így töltetet ad. Én is tudok csatlakozni Pirossához, hogy fontos, hogy ugyanabban az életszituációban lévő fiatal, gyerekes, házas emberekkel úgy hasonlók a problémáink, az élethelyzetünk, ezáltal nagyon megtaláljuk nyilván a közös témát, és az, hogy közös értékrendet vallunk, ez segít a beszélgetésekben is, és egymás megerősítésében és támogatásában ebben a mai világban. Én ezt fontosnak tartom, hogy így is, hogy világiak vagyunk, így tudunk kapcsolódni a plébániához, és így magához, az egyházhoz így tudunk, és én így érzem, hogy így tudok kapcsolódni. Maradjon meg továbbra is, ez a lelkesedés, és a Jóisten áldását az életetekre. Köszönjük szépen.